Szeretettel köszöntöm a stúdiómban Kocsis Mátét, görögkatolikus szervezőlelkészt és Simon Róbertet, képviselő testületi tagot. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Tamás atyát nagy öröm érte, többek között július 1-én, aztán pedig szeptember 1-én. Tudunk egy kicsit többet beszélni erről, hogy hova is került ön? Természetesen. Én a főutcán szolgáltam a második kerületben itt mindez idáig, egészen július 1-jéig, amikor is Kocsis Fülöp érsek metropolita atya megalapította a dél-budai görögkatolikus szervező lelkészséget, éppen azért, mert volt rá igény, hála jó Istennek. Ugye egy szervező lelkészség megalapítás az nem úgy történik, hogy hip-hop kitaláljuk, hogy akkor most ide letelepítünk egy templomot, vagy egy kápolnát, vagy még egy papot, és akkor a közösség az csak úgy megjelenik, hanem ennek már voltak előzményei, mégpedig a Szent Imre templomban, ott a cisztereknél már korábban is végeztünk hétfőnként szent liturgiákat, este 6 órakor, ezt továbbra is tartjuk természetesen, és ott sokan összegyűltünk. Meg volt rá igény, a hívők is mondták, hogy ez nagyon jó, hogyha megjelenünk Dél-Budán, és ugyan ennek az az ára, hogy ketté kellett vágni a budai egyházközséget, a budai parókia területét, és így egy északi és egy déli részre váltottunk, de így nagyobb erőkkel tudunk figyelmet fordítani a kedves hívőkre. És hogyan kezdődött az egész előkészítése? Tehát a hívek szóltak Fülöp érsek atyának, hogy szeretnék egy dél-budai kerületet létrehozni, vagy önök érezték, hogy itt most már annyi a hívő, hogy muszáj lenne valahogy az ő kedvükre is tenni, hogy azért legyen dél-budai kerület is? Igazából a hívek szóltak nekünk, mi meg szóltunk a püspöknek. Ennek ez az útja, a módja, és talán ez így van rendjén, mert így mindenki részt vesz ebbe a szervezésbe, mindenki részt vesz ennek a megalapításába, ami talán fontos ahhoz, hogy egy jó közösség kialakuljon, hogy ne csak felülről, hanem alulról is szerveződjön a közösség, és a kettő, amikor összeér, akkor lesz igazán jó. Ha esetleg Tamás atyát még kiegészíthetem, a szervező lelkészség az most a 11. és 22. kerületekre terjedt ki, tehát hogy a Szent Imre templomban voltak már szertartások hétfőnként, illetve a 22. kerületben a Péter Pár kápolnában is voltak havonta vecsernyék, tehát hogy volt egyfajta kezdeményezés már mielőtt megalakult a szervező lelkészség. És egy egyházközségi képviselői tag mit tud azért tenni, hogy önálló kerület jöjjön létre? Igazából én írtam Fülöp atyának egy levelet, hogy a hívek képviseletében, hogy ez milyen jó lenne. Tehát, hogy kifejezzük az igényünket hívőként, hogy egy közelebbi ellátás az milyen jó lenne a számunkra. A másik oldal pedig az, hogy igyekezzünk levenni a szervező lelkész válláról azokat a világi terheket, amit egy szervező lelkészség létrehozása igényel. Tehát, hogy ő igazán pap lehessen a szó legjobb értelmében, és minden olyan praktikus kérdést, amit ehhez szükséges, igyekezzünk megoldani helyette, vagy mellette, mellé tudjunk tenni. Sikerül egyébként ez a közös munka? Úgy értem, hogy nem volt nehéz kiadni a feladatokat a kezek közül, Tamás atyának? Szerintem ezt megtanították számomra, legalábbis eleve a szervező lelkésének a létrejötte, és hagyj említsem meg Maklári Ákos atyát és Jaszkó Sándor atyát, akik nagyon motiválták ennek a közösségnek a létrejöttét, és ők egyben olyan vezetők is, akik erre mozdítják a papjaikat, illetve a papokat, hogy próbáljuk egy kicsit demokratikusabban gondolkozni. Tehát, ahogy Robi szokta mondani, nem a papnak kell a vízvezetéket szerelni, meg a villanykapcsolót megjavítani, mert arra vannak jobb szakemberek. A papnak, ugye főként a közösség szervezésére, annak lelki vezetésére és lelki összefogására kell koncentrálnia, és úgy gondolom, hogy ez talán most működik is. Én is úgy látom, hogy jó irányba indultunk el. Tehát akkor Tamás atya a hívek lelke fölött őrködik, a képviselők pedig azon dolgoznak, hogy minél olajozottabban menjen a gépezet. Mik ezek a mindennapi feladatok, amiket most felvállaltak önök? Hát praktikusan egyébként mondjuk egy polgármesterrel való találkozónak a megszervezése is ide tartozhat, vagy az, hogy részt vegyünk egy
már két ilyen főzésen voltunk jelen, egy lecsófőző fesztiválon, illetve a Szent Imréhez tartozó rendezvényen voltunk ott, ahol az előkészítő munkákat, magát a főzésnek a lebonyolítását meg tudjuk tenni, szórólapokat nyomtatni, elkészíteni, a Facebookot is kezelni, mindenfajta listákat létrehozni, tehát hogy ilyen nagyon sok praktikus kérdés van, ami ide tud kapcsolódni. És én szeretem ezeket a dolgokat különben csinálni, csak nem lehet mindent. És az itt a lényeg, hogyha többen csináljuk, akkor a közös összefogás, ugye ezért közösség. Mert a közösség az mindig együtt működik, együtt dolgozik, és itt talán könnyebb lesz, még akkor is, hogyha én mondjuk szeretek a Facebookon plakátokat készíteni, vagy eseményeket megalkotni. Miért céljuk ezzel, hogy a közösségi portálokon is megjelentek? Azért nem minden egyház, nem minden parókia van jelen az online térben. Miért tartják ezt most fontosnak? Egyre többen vannak különben fent, azért, mert éppen most erről beszélgetünk a szünetben, hogy egyre inkább a központi szerepet, ezt a központi hírközlő szerepet, ugye a televízión és a rádión kívül a közösségi média teszi ki. Például a fiatalokat, őket egyértelműen, hogy ezen a fórumon, tehát a Facebook és az Instagramon keresztül lehet megszólítani, és hát sokan nagyon ellene vannak ennek a felületnek, vagy ennek a közösségi tájékoztatási eszköznek, mégis azt kell mondani, hogy alkalmazkodni kell ehhez. Alkalmazkodni, mert nem tudunk más csinálni. Természetesen főként úgy, hogy most van az idősek világnapja, ugye, hogy ezt hallottuk így a bevezetéskor, hozzá kell tenni azt, hogy ugye az időseket is megszólítjuk, ezért nem csak ez az egyetlen egy olyan fórum, ahol megszólíthatjuk a híveket, ezért vagyunk itt a tévében, ezért vagyunk a rádióban is benne, hogy mindenhova eljusson a hírünk, hát ha meghallják azok, akik meg akarják hallani, és szükségük van arra, hogy közeli görög-katolikus szent liturgiára találhassanak. Nem veszélyes ez? Tehát, hogyha az idősek otthon maradnak, de önök meglátogatják, vagy a fiatalokat pedig csak az online térben tudják elérni, akkor ki vesz részt a szentmisén? Ennek nem látszik a nyoma? Igazából az online tér és az otthon maradást azt úgy lehet megszüntetni, hogy mindenkit elhívunk a közösségbe. És az online teret arra használjuk, hogy megmutatjuk, hogy itt a Szent Imre kápolnában, a Bartók Béla út 19 szám alatt az első emeleten, ahol megnyomjuk a kapucsengőt, és ez most a reklám helye volt, oda nyugodtan el lehet jönni, és akkor lesz igazán teljes a közösség, hogyha nem csak virtuálisan, hanem valóságosan is megjelenünk, és közösen együtt töltjük azt az egy-két órát, vagy azt a kis időt, nem kevésbé a Jóistennel, aki szintén valóságosan megjelenik. És ha már számukról beszélgetünk, akkor mekkora az a lélekszám, amit Tamás atya nyáját teszi ki? Tehát hallottuk, hogy 4 kerületben szolgál, akkor lehet őket is, illetve hogy most a dél-budai kerületben hány görögkatolikus hívő van? A 11. és a 22. kerület tartozik most a szervező lelkészséghez, így fejből ilyen a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 11. kerületben 1301 néhány hívő volt, illetve a 22. kerületben 424 görögkatolikus hívő. Görögkatolikus mondta magát görögkatolikusnak, de élünk a feltételezéssel, hogy a valós számok ennél nagyobbak. De ha már ezt vesszük figyelembe, akkor is egy nagyon nagy közösség az, amit meg lehet szólítanunk, és összegyűjteni az elkoborolt bárányokat a közösség számára, mert a Budapesten azt lehet mondani, hogy a katolikusoknak körülbelül 8-10%-a jár templomba, tehát hogyha ezt el tudnánk érni, akkor az már egy nagyon szép működő közösség lenne egyébként ebben a két kerületben. Egyébként nem szabad kifelejteni a keresőket, tehát hogy mindenki közösségre vágyik, egy felmérés mutatta ki ezt, hogy mindenki közösséget akar alapítani, vagy közösséghez akar tartozni, mert ugye ez alapvetően az emberi valóságunkhoz tartozik hozzá, és a közösség keresése is egy potenciális ugye, csoportot, vagy a közösséget keresők is egy potenciális csoportot jelent számunkra. Tehát, hogyha valaki közösségre vágyódik, és jöjjön el, nézze meg, hogyha tetszik neki, akkor pedig csatlakozzon a mi közösségünkbe. Mi mindent lehet tenni az útkeresőknek a helyes út megtalálásában? Jó példát mutatni. Illetve szerintem egy olyan élhető és olyan értékrendekkel teli közösséget felmutatni, ami
nem nehéz ugye a katolikus közösségekben, főként a görögkatolikus közösségekben, meg még inkább nem, mert olyan, hát soha nem, meg nem szűnő értékeket közvetítünk, amit hát maga az Isten adott számunkra, az egyház számára, és mi próbáljuk ezt őrizni, megvédeni, és nem csak megvédeni, hanem közvetíteni a mai emberek számára is. És szerintem ezek olyan örök értékek, amiket az ember a történelem során mindig keresett, és keresni is fog, és ez mindig is vonzó lesz azoknak az embereknek a számára, akik keresik ezeket. És hogyha oda megy önökhöz egy útkereső, akkor hova tudják el irányítani, jöjjenek el egy szent liturgiára, vagy van-e hitoktatás, mi mindennel várják a közösséget? Most épülnek fel azok a csoportok, amiket Tamás atya szeretne létrehozni. Volt egy ilyen elképzelésünk, hogy elsőnek a már görögkatolikusnak kereszteltek gyűjtsük össze, és hogyha megerősödött a közösségünk, akkor kezdünk el nyitni abba az irányba, hogy a keresőket is elérjük. Tehát, hogy van egy ilyen kimondatlan stratégiája a közösségünknek, de létre fognak jönni a házas csoportok, kettő is már egyből induláskor, a gyermekes és a gyermektelen házasok közül, a férfi hittankör, a női hittankör, az ifi hittan és az ovis hittan az, ami el fog indulni, ha jól tudom. Igen, emellett még szeretnénk egy bibliakört is létrehozni, illetve a gyermektelen házasok, az ifjú házasok azok igazából, akiknek még nincsen gyermekünk, és hát pontosan erre akarjuk motiválni őket, hogy hát ha gyarapodik így ezáltal a közösség is, hogyha gyermeket vállalnak, nyilván akarnak, illetve a családosokat akarjuk összefogni, és a bibliakör, illetve a szertartásoknak a sűrítése, tehát a sűrítése, tehát a tejet szoktuk sűríteni, nem a szertartásokat, tehát hogy egyre a szertartások számának a növelése, az szerintem vonzaná azokat az idősebbeket, akik hétköznap szívesen eljárnának a templomba, délelőtt is akár. És ezért a hétköznapi ünnepeket, ugye, amit a görögkatolikusok szeretnek megtartani, és nem áttenni vasárnapra, praktikus okokból, ezeket is meg szeretnénk tartani, útrendjével, szent liturgiával is, és vecsernyével, előesti vecsernyével együtt, mert az imádság az erősíti a közösséget. Ebben egészen biztos vagyok. És ezeknek a csoportoknak a létrehozását, vagy megalapítását mennyi idő alatt szeretné megvalósítani, Tamás? Hát ez rengetegről van most szó, és biztos vannak még olyan tervek is, amiről még nem beszélhet. De hát a közösség folyamatosan fejlődik, folyamatosan építeni kell, de már jó úton haladnak, és pont egy hónapja elszolgálatában mennyit sikerült ez alatt az egy hónap alatt elérnie? Az, hogy mennyit sikerült elérnünk, az relatív. Ugye mi a célunk? Minden. Ezt is hozzáteltük. De igazából nekem az evangélium jut az eszembe, amikor Jézus Krisztus arra tanítja a tanítványokat, hogy az ember elveti a magot, de a növekedést az Isten adja, és a növekedéshez pedig idő kell. Mindenhez idő kell és csend. Bízzuk a Jóisten, hogy ez mennyi idő alatt fogja kinőni magát, de az eddigi eredmények nagyon biztatóak és motiválóak mindannyiunk számára, hiszen már kapásból az első szent liturgián szeptember 1-én, ami azért is ünnep volt számunkra, mert olyan sokan összegyűltünk, tényleg nagyon sokan összegyűltünk. Tehát 100 körüli létszám, ami egy kezdődő szervező lelkészség számára nagyon nagy sikernek, illetve áldásnak, inkább áldásnak mondanám, annak bizonyul. Ez szerintem az egy nagyon nagy eredménye az elmúlt egy hónapnak, hogy kialakult az, hogy hol lesznek a szent liturgiák gyakorlatilag. Tehát ugye már korábban említett Szent Imre kápolna lesz a központja gyakorlatilag a szervező lelkészségnek. Ugye emellett a Szent Imre templomban is vannak szertartások hétfőként, a budafoki Péterpál kápolnában is lesznek havonta szertartások a hónap első vasárnapjain, és még egy helyen a Pesterzsébeten, aminek átadnám inkább Tamás atyának, hogy mi is a neve a kápolnának, ahol lesznek a szertartások 22-én. Gazdagréten lesznek még szent liturgiák. Ott van egy nagyon, a Szent Angyalok plébánia templom, a Szederkényi Károly Esperes atya van ott ugye plébánosként, és az ő meghívására, illetve egy közösség kezdeményezésére minden hónap 22. napján, ugye ez függetlenül attól, hogy vasárnapra vagy hétköznapra esik,
különböző időpontokban görögkatolikus szent liturgiát fogunk végezni Szent Sárbel libanoni atya tiszteletére, mert ott van egy Szent Sárbel keleti kápolna, amit még nem tudom, pár hónappal ezelőtt szenteltek fel, a szent erekély is megtalálható benne, és azért különleges ez a kápolna, mert ezt a Szent Sárbelt, őt a libanoni Pió atyának nevezik, mert rengeteg csoda kötődik az ő nevéhez, ugye a 20. században, amit még közelinek érezhetünk magunkhoz, azért az szembetűnő, hogyha az ember csodával találkozik. És azt mondják, sőt, maga Erdő Péter bíboros úr is utalt rá, hogy aki konkrétan imádkozik Szent Sárbelhez, a keleti szenthez, akkor annak az imádsága meghallgatásra talál, és rögtön egy szép közösség alakult el köré, és arra törekednek, hogy akkor a szent tiszteletére keleti liturgiát végezünk, tehát bizánci liturgiát, bizánci rítusú liturgiát, és hát ugye mi vagyunk a helyi illetékesek, ezért görögkatolikus szent liturgiákat fogunk ott majd végezni. A holnapon lehet utána járni az egyházközség honlapján, hogy pontosan mikor is lesznek ezek a szent liturgiák. Milyen érdekes, akkor ez nekünk is egy házi feladat, mert én például erről nem tudtam, de nagyon érdekes. Úgyhogy ha itt vagyunk Budapesten, akkor miért ne látogassunk el oda is? És ez is egy jó kérdés, hogy hogyan juthatott el keletről Magyarországra ez az erekje is. Úgy jutott el, hogy Erdő Péter bíboros úr meglátogatta az üldözött keresztényeket, ugye Szíriában, Libanonban, minden, tehát közel-keletre elment, arab országokba, és ott ezt kapta ajándékba, ezt a három erekét, három szentnek, az egyik a Szent Sárbel erekje, három libanoni szentnek az erekéjét kapta meg ajándékba, és ő pedig felajánlotta a Szent Angyalok plébánia templomnak a bizánci kápolnájába, amit ennek következtében Szent Sárbel kápolnának neveztek el. Hát akkor ezt fejben tartjuk, illetve hát a dél-budai görögkatolikus közösséget is próbáljuk nyomon követni, úgyhogy várjuk Önöket vissza a stúdióba, és Tamás atya ellen készültünk egy... merénylettel. Jó, hogy nem nekem kellett kimondani, amit ön is most tudott meg, mert úgy tudjuk, hogy ráérnek ma délelőtt egy ideig, úgyhogy önt is és Sándort is szeretettel várjuk az előterünkben, és a nézőket pedig arra bíztatjuk, hogyha vannak kérdéseik a görögkatolikus liturgiával, a dél-budai kerülettel, vagy bármi olyat szeretnének Tamás atyától kérdezni, amit mondjuk így élőadásban nem, viszont ezt színfalak mögött telefonon megtennék, akkor biztatjuk a nézőket, hogy a közönség szolgálati telefonszámunkat tárcsázzák, Tamás atya pedig megpróbál válaszolni ezekre. Köszönjük szépen!